A víz minden cseppje kincs, környezetvédelmi vetélkedő a katolikus iskolában. 6. alkalommal rendezte meg a megyei környezetvédelmi vetélkedőt a Széchenyi István katolikus általános iskola az alsó tagozat 3. és 4. osztályosai számára. A 4 fős csapatok 5 településről érkeztek. Füzesabonyból, Dormándról, Tenkről, Balatonról és Kából. Főleg játékos feladatokat szoktunk tervezni, és az idén is ilyen feladatok várhatóak. Például halfogás szívószállal, szókereső, puzzle kirakás, igaz-hamis állítás, montás készítése és mocsárjárás feladatok vannak. Mennyire jártasak a gyerekek a vízzel és a környezetvédelemmel kapcsolatban? Azt mondhatom, hogy elég tájékozottak. 3. és 4. alkotják a csapatokat, és környezetismeret órán is nagyon sokat beszélgetnek ezzel a témával kapcsolatosan. Kell nekik valamilyen önálló projekttel most előrukkolniuk? Igen, volt előzetes feladat, plakátot kellett készíteni a csapatoknak, és ezt a holtverseny esetén számítjuk majd a feladat értékelésénél. Nagy István igazgató köszöntőjében a víz fontosságára és védelmére hívta fel a figyelmet. Kedves versenyző diákok! A mondandó elején elhangzott Márai Sándor idézettől bizonyára mindenki számára egyértelművé vált két fontos dolog. Az egyik az, hogy a természet törvényei fölött nem uralkodhatunk, mert az még mindig erősebb áll. A másik pedig a víz éltető ereje, varázslatos szerepe életünkben. Számotokra, akik kicsit talán többet foglalkoztok a természettel, a természettudományokkal, bizonyára egyértelmű, hogy egyetlen vízcsepp, egyetlen csepp vízben benne van a vékeny óceán rejtélye is. Hogyan készült a csapatod a mai versenyre? Hát sok gyakorlással, napi 45 percet, egy órát, tehát 45 percet. És milyen feladatokat néztetek meg tanárnénivel? Hát ilyen képfelismerés, hogy vízi állatok, meg vízi növények, ilyen vízparti növények. Szereted a környezetismeretet? Imádom. És miért tartod fontosnak, hogy védjük meg a környezetünket? Hát mert ha nem védjük, akkor nagyon szennyezett lesz minden. Morvai Bolbára Kából érkezett a versenyre csapatával. Hogy gondolod, hogy hogyan kell róla gondoskodni, hogy megóvjuk a környezetünket, ahol élünk? Ne szemeteljünk az erdőbe, se az utcákon.